Sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Régen volt már videó úgy egyáltalán, most nem is nagyon van idő másra. Seven Days to Die-nak kijött az 1.0-ás verziója, ami nagyon meglepő, mert így kb. 11 év után jött ki a teljes verzió, és ezt is úgy, hogy a Steamen belül be kell aktiválni, hogy a bétákat is engedélyezze a játék. Én azt mondom, hogy ne azon a pályán menjünk, amit szokott ugye adni ez az alap, hanem legyen egy teljesen random map, YouTube map, mondjuk legyen ez a neve. Hát, itt a méret az mondjuk legyen ez, nem tudom. És amit én szeretnék állítani, hogy eltűnjenek a cuccok. Itt ez a loot respawn time, de látom, ezt már átállítottam. Tehát, hogy 20 naponta legyenek újra a... Hát így a helyszíneken így a cuccok újra respawnolódva, újra teremtve. Most viszont itt a betöltő képernyőnél vagyunk. Elnézést, csak még nagyon reggel van. Most van idő ezt csinálni, ezt még, ma még nem nagyon beszéltem. Amúgy ezek a képernyőképek nagyjából ugyanolyanok. Folytatjuk, amikor belépünk a random mapra. Na és ha betöltött a pálya, akkor már kapunk is egy ilyet, hogy ready to spawn in the world. Spawnoljunk! Ez gondolom azért van, hogy akinek lassan tölt be, az addig elmegy WC-re, elmegy szarni, elmegy kávézni, és akkor ne az legyen, hogy itt egyből bekerül a pályába. Na! Ugye, jobb felső sarokban már is látunk egy olyat, hogy Open Challenges Window. Ez új dolog, amit az Y-nal tudunk előhozni, és látható, hogy itt vannak igen, ilyen mérföldkövek talán, lehet úgy nevezni, vagy challenge-ek. Ezt gondolom az, csak hogy megnyitom ezt a challenge-es dolgot, 100 XP-t kapunk is érte. És akkor itt közben kapjuk a további utasítást, ez igazából a megszokott, ami idáig is volt, hogy szedjünk fel köveket, szedjünk fel fákat, botokat, szedjünk majd füvet. Tehát ebbe nem változott a játék. Még viszont itt a challenges-re visszatérve, ugye kaphatunk, hogyha elvégeztük XP-t érte, és itt hát rengeteg minden van. Ez szerintem azoknak jó, akik még nem ismerik annyira Seven Days to Die-t, és... így egy kicsit jobban megismerik, hogyan működik, mi a játéknak a működése. Igen, még szedünk ilyen plant fibert is, 10 darabot, és akkor stone axe-ot csinálunk. A tabbal pedig ugyanúgy az inventory, meg hát ez az egész menü előjön ugyanúgy, ahogy lennie kell. Szedjünk akkor fát is. Igazából... szerintem a teljesítmény tekintetében javult a játék. Amikor bemész egy városba, nincs az a hatalmas megakadás, mint ami idáig volt. Ugyanúgy SSD-ről játszok jelenleg. Viszont régen is SSD-ről játszottam, és akkor volt komolyan, hogy egy ilyen egy másodpercre is akár megakadt a játék. Na, szedjük fel itt szépen a cuccokat, és akkor... jöjjünk ide be a városba. Szerintem a futásnak is a sebessége javult. Ó, egyből itt egy kereskedő. Érdekes. Itt a város szélén. Ó, ti már itt vagytok. Ez ilyen hullaszállító. Mi kell nekem? Club. Wooden club. Azt amúgy is kell majd craftolni. Már meg is kaptam érte, hogy ügyes voltál, Viktor, elkészítetted. Ez nem, van, amiket ki fogok majd hajtani. Kis ingyen experience-eket itten felszedünk közben. Hű, de hamar kifulladunk. Igen, itt még nincsenek nagyon a perkek elosztva, meg megcsinálva. Közben elkezdtem magamnak is játszani, és ott azért már jóval előrébb tartok. Na, hát hogy ennyit kell belétek verni. Na, mik vannak itt még? Mit ír közben? Harvest small stone, akkor majd valami
kőt, követ is majd kell találni, valami sziklát. De sok kell belétek ezzel a szarbunkós bottal. Közben ott is van egy zombi, ilyen kis kertvárosi idill van itt. A szép van, hogy most volt egy megakadás, egy ilyen 10-20 másodperces történetről beszéltünk. Ott jelzi is, hogy itt van a kő, de ez is az, nem? Ez is az. A jobb felül már számolja is. Hát igen, itt a játék eleje az így eléggé nem, lassacskán megy még. Ezt közben elkészítjük, elkészítjük, ez egy alapruházat. Ez is változott. Tehát a maszk az nem ilyen volt, ezek ilyen, mi ez, kesztyű, ez papucs igazából. Meg így az egész karakternek a kinézete is olyan más lett, olyan mostan gladiátorosan nézünk. Hát ilyen csóró gladiátor, de gladiátor igazából. Primitív bó, csinálunk egy ilyet is. Gyorsan letudjuk a kötelező köröket, stone arrow, ehhez viszont tol fog kelleni. Igen, ahhoz meg kell majd találni fészket. Na, itt közben megnézzük, hogy ezekben mi van. Itt a rothadó hulláknál. De itten a... Nem tudom a történetét teljesen ennek a Seven Days to Die-nak. Tehát, hogy volt egy zombi apokalipszis, mi vagyunk egyedül túlélők? Talán, nem tudom. És akik közben viszik a hullákat, ugye, akiket megöltek a zombik. A könyvrendszer az ugyanúgy itt van. Ugye itt vannak a... Majd a pontok, amiket el kell osztani, térképünk is ugyanúgy itt van, a ruháink, itt pedig a kraftolás. Hirtelen ilyen nagy változás az ez a challenging rendszer szerintem, meg talán az, hogy a teljesítménybe is jobban tud futni a játék. Meg nem fejeztem be azt a mondatot, hogy maga a karakter is gyorsabban fut igazából. Szerintem rányomtam, közben ezt is kifosszuk itten. Oké. Na most már van egy gagyi íjunk is, R betűvel betöltjük. Igen, és megvolt az összes, és itt igazából dupla véve, így szépen sorba végig is tudunk menni. Hát, hogy ez mennyire könnyíti a játékot így szintlépést szempontjából. Szerintem könnyíti, mert XP-t jóval gyorsabban tudsz így szerezni, ha rámész mondjuk a challenge-ekre. De ezeket ugye nem muszáj elfogadni, tehát... megtehetném azt, hogy itt ír, hogy 500 XP-t kapok, de én nem kérem. Mindegy, most elfogadjuk. Aztán ennyi. Na, a kereskedő, ahogy láttuk, ott mentünk el mellette. Menjünk el oda gyorsan, nézzük meg, hogy... Mi van itt? Itt már valami már hörgött. És akkor... Aha, ugyanúgy ki lehet itt kapdosni, jól van. Ó, bicikliváz! Itt a forge. Azaz. Készségkönyvet is kaptunk. Ez legalább nem változott, tehát ugyanúgy ki lehet fosztani a kereskedőknek a... A cucca itt, itt egy rádióállomás, helikopter leszálló pálya, wrecked feeds, akkor ilyen ételekkel fog kereskedni, ilyen mezőgazdász, farmer féleség. És akkor kaptunk már is 500 XP-t, meg egy ásót. Hát ugye a cuccok azok itt vannak, ugyanúgy tudunk kereskedni, lehet ezt... Eladom, vagy nem tudom, ez a papír biztos, hogy nem kell nekem. Szépen itten a sorrendet megcsináljuk. Úgy. Na, most itt nem veszünk semmit, inkább nézzünk körbe, hogy mi változott. Hoppá, bejött egy zombi. Na, ilyenkor mi van? Ja, mert igen, meg ott megjelent, ott alul, az a visszafele, hát ilyen magába visszamenő ilyen nyíl. Az a gondom, valahogy vissza lehet menni az előző fegyverre, de nem nagyon értem, hogy de jó effekt. Betört a koponyája, hogy vérzik. Most is volt egy kis beröccenés, most akkor bemegyek jobban így a város közepébe.
hogy lássam, hogy mennyire fog megállni, vagy mennyire fog megakadni. Itt a magazinok, tehát ezek a könyvek, amiket felszedünk, ezek továbbra is úgy vannak, hogy hát kurva sok kell. Igazából itt van ez a Perk Books, hogy valamit is elérünk vele. Tehát hogy itt a Harvesting Toolsnál, hogy a maximális szintet elérjük, 100 ilyen könyv kell, csak abból a könyvből, az szerintem nagyon sok, és 61 kell, hogy ilyet tudjunk raftolni. Tehát ugye minél jobban felmegy ennek a szintje, amit a könyv segítségével olvasunk, annál jobb eszközöket tudunk majd csinálni. Közben, azt hiszem kaptam, nem kaptam, XP-t, elosztható pontokat, ez hol kell nézni, de itt van points available, és akkor van 4 darab. Nem tudom most így mire tegyek, elsősorban ez a Pummel Pit, ez nagyon jó, ugye ezzel kezdjük a játékot, ezzel a klubbal, ez pedig erre specializálódik, plusz az ilyen ütőkre, szóval egyet erre biztos, hogy teszek. A Pack Moore-ra szoktam tenni, hogy többet tudjunk cipelni, és itt a Healing Faktorra, hogy 35 másodpercenként egy életerőt visszakapunk, és maradt még egy pontunk, amit egyenlőre nem teszünk semmire. Na, de jöttünk ide a városba. Ugye továbbra is mutatja, hogy ez most milyen nehézségű, ugye a koponyákkal jelzi. Azt vettem észre, hogy a hármas erőségű, így a játék elején, az már olyan, hogy akár feral zombi is lehet benne. Ami úgy, hogy van egy ütőd esetleg, meg talán egy pisztolyod, az lehetetlen megölni vele, vagy nagyon taktikásan kell vele lenni. Hó, ez is egy hármas épület. Azt mondom, én ide most nem megyek be. Hát, azért érezhetően itt azért lemegy egy kicsit a FPS, így ahogy forgolódó gondon betölti a textúrákat, betölti a objektumokat, de hát nem tudom, szerintem jobb. Miközben jön a zombi, megnézem, hogy a videó beállítás, ugye 1440p-re vagyunk állítva, a vészünk be van kapcsolva, mert ennél a játéknál kell, mert hogy forgolódsz, meg hűl a szemed egyszerűen, és ezek a beállítások vannak, médium, itt a quality az high-on van, igazából load distance az ilyen 90 körül, szóval ilyen médium és high közt vagyunk. Nem mondom azt, hogy csúnya a játék, sőt szerintem még így is fejlődött ahhoz képest, hogy amilyen volt, ez mi volt ez a hang? Jaj, megégett zombi. Ezekben az a jó, hogy ezek olyan lassan mennek, hogy öröm ezeket leütni. Közben ezt is kiraboljuk itten. Ja, ez a Fireman extra fog majd specializálódni ez a könyv. Imádjuk az ilyen égett házakat, itt ezek a fogyatékosok vannak. Most, hogy kifejlesztettük ezt a Pummel Pit-et, szépen lehet őket leütögetni, meg ugye hátra is esnek az ütés hatására. Tiszta vizet nem találtam még a játékban. Úgy, tehát így, hogy akárhol. Csak úgy, hogy ez a murky water, ja, annak írja, tehát ilyen koszos víz igazából, csak ugye benne van az esély, hogy 12%-ra, hogy fosni fogsz, és az nem úgy az úgy nem a legjobb a játék elején, mert ugye a fosás az elveszi a vizet, és gyorsabban fog lemenni ugye a szomjúság érzet. Ugye ez a nagy épület itt. Ez mi? Bank? Videó? Akkor ez ilyen videótéka, nem? Ez is hármas szintű. Keresünk meg egy kettes szintűt, ez a Butcher Pete. Ez jó nagy épületnek tűnik. Ez is hármas szintű, oké. Ez esetleg Jerry's Field. Jó, ez ilyen tankolóállomás. Benzinkút. Téged is leütünk. Mondom, téged is leütünk.
Ó. Oh. Lootot dobott. Ritka az ilyen. Amúgy. Na jó. Menjünk már be valami épületbe itt. Ez hanyas. Aldos kabinet. Ez mi ez? Ilyen kis bankféleség? Vagy? Nem tudom. Na mindegy. Nézzük meg, hogy itt mi van. Műanyag az egyenlőre nekem nem kell. Közben szerezzük itt a experience. Látjátok, két nagy ütés és már meg is dögli. Ja, ilyen szőnyeg volt. Ilyen Diego, amerikai Diego-ba vagyunk. Beraktak ilyen boros üvegeket, de... Aha, üveget kapunk érte, ami továbbra se jó semmire. A júzzal ugye megöljük magunkat, felvágja az erejét. Amikor még annó kipróbáltam ezt a Seven Days to Die-t, akkor volt az, hogy mi az, hogy használod az üveg szilánkot? Mire használod? Kipróbáltam, a szépen elvéreztünk, szóval az egy jó mutatvány volt. Na hát itt legalább a főző tudományos könyveket szépen kapjuk. Nézzünk itt körbe, amúgy érdemes nagyon alaposan végignézni, sokszor fel is nézni, mert van, hogy ilyen álmennyezet fölött vannak ilyen dobozok esetleg, vagy így meg van repedezve a fal. Na most már tudok goldenrod teát meg cornbreadet csinálni, kukorica kenyér, nem tudom. Ezt még nem vettem észre, ezt meg beszkreppeljük, mint fémes, metálos anyag, ezt a kettőt meg megcseréljük. Ami még újdonság... Aha, látjátok? Emögött is mi van itt? Figyeljetek csak ide. Ami még újdonság, azt nem tudtalak kizárni. Az újdonságot meg akarom mutatni a nézőknek, hogy muszáj neked beleszólni. Tehát itt van ugye ez a kis fiók, koszekrény, ami jelenleg csukva van. Viszont, hogyha megnyitjuk, akkor ugye vannak benne könyvek, stb. Bezárjuk, és hopp, már kinyílt állapotba kerül, és ez mindenre igaz lesz. Tehát, hogyha van egy nagy szekrény mondjuk, hogyha... Nem tudom, mondjuk itt van ez a locker, és ezt is... Ha mondjuk ennél nem. De, csak ki kell belőle venni az anyagot, látjátok, ez is így kinyílik. Tehát így megváltozik így a stádium, a stációja. Ilyen tekintetben, most ez a generátor itt mit csinál? Ez itt a kijárat. Vágja mit ki magam. Ez itt csak igen, ez itt még egy bejárat volt itt. Itt meg maga a csarnok van, a műhely, vagy nem is tudom, a üzemi terület. Hoppá. Hú, ez nagyon menő, ahogy így szétfolyik. Júj! Hú, de sokan vagytok hirtelen. Stamina az anyád, ez jöhetne gyorsabban is. Eltört a kezem. Ilyet csapott rám, hogy eltört a kezem egyből. És még mindig feláll. Hát még mindig felállsz. Na. Igen. Kéne csinálni a több ilyen cuccot. Armor ügyileg. Eléggé szarul állunk, hoppá, látjátok, az is. Lehet, hogy kell egy kis torcs, hogy itten többet lássatok ti is. Itt mi van e mögött? Ezt most nem verjük szét, oké. Okay. Sportáska, azokban jó dolgok szoktak lenni. Igen, most persze, hogy szar. Jó, ez ilyen kis üzem. Itt így csinálják biztos így a dolgokat. Egy kis carpenter shop. Hát ilyet, hogy eltűrik a kezem egyből. És az, amit tudok kezdeni? Várjál már. Nem írja. Broken arms. Splint kéne. Splintet meg nem tudok csak úgy csinálni, mi? De mit írok? Splint, hú, de reggel van még írni. Mondjuk duct tape-et találnék, akkor simán lehetne csinálni. Ó! Oh. Persze, hogy itt az első segélycsomagban sincsen semmi olyasmi. Itt ugye az a baj, hogy most ez történt, hogy levitte maximum 70 valamennyire a életünket, tehát a maximális életet.
ami úgy nem a legjobb. Tehát igen, talán nehezebb lett a játék, azt kell, hogy mondjam így. Legalábbis a játék elején. Könnyebb meghalni. Ja igen, és a nehéz ütés még tovább húzódik ez a stádiumom, amiben vagyok. Jaj, vénasszony, takarodjál. Tehát csak kis ütéseket tudok csinálni, és még azokat is lassan csinálja. Jaj, a madár be akar jönni. Te meghaltál? Valahol itt zsinnyeg. Hopp. Azt hittem, hogy a mögött van valami. Jaj, de lassan ütöget. Itt van valahol az a szutykos madár. Az a másik legundorítóbb dolog, ezek a saskesei madarak. Itt lesz a tetőn, figyeljétek meg. Á, ott van már. Hát de hogy találtál é? Az igen. Ezt úgy bírom, hogy ő eltal... Bazd meg... Na jó van, szerintem ez így megalapozta azt, hogy ennyi lett volna ez a bemutató. Korán reggel így megy a játék. Minden jót, sziasztok, próbáljátok ki, amúgy szerintem sokkal jobb lett. Jó kis game ez, főleg multiban, biztos. Na, minden jót, sziasztok!